Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a mai kerékpározásra, amely az Európai Autómentes Hét keretein belül került megrendezésre. A hét célja, illetve a mai nap célja itt Gyomendőben az volt, hogy felhívjuk a lehető legtöbb ember figyelmét arra, hogy autó nélkül is lehet élni és lehet közlekedni. Van, hogy sikerül, van, hogy nem. Most itt ennek a tömegnek úgy gondolom, hogy sikerült ide eljönnie, hogy ezt szeretnék egy kis tombolahúzással megköszönni azoknak a gyerekeknek, akik ma reggel gyalogosan, vagy kerékpárral, vagy lábbal hajtott rollerral mentek iskolába. Mindenki kapott egy tombolaszervin, és most megpróbáljuk kihúzni a nyereményeket, amelyeket itt látok mellettem az asztalon, illetve azt a két kerékpárt fogjuk még kisorsolni. Kérek mindenkit, hogy aki tud, az jöjjön egy picit közelebb, egész nyugodtan, mert nagyságrendileg egy 500 darab tombolát osztottunk ki ma az általános iskoláinkba, és gondolom, hogy nincs itt mindenki azok közül, aki tombolát kapott, tehát előfordulhat, hogy lesz olyan, amit újra kell húznunk, hogy egy picit pörgetnénk ezt a tombola húzást. Megkérnem Szűrő Zsolti képviselőt, hogy az első tombolát húzza ki, a hölgyek pedig segítenek abban, hogy mi az első nyeremény. Zöld 22-es, zöld háromszöggel. Kék 28-as, kék X-el. Van egy fekete 26-osunk, van egy fekete 48-asunk, fekete X-el, ez az eredeti szám. Aki nyerte, fekete 6-os. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki elbiciklizett ma ide. Jövőre találkozunk ugyanitt. Köszönjük szépen, sziasztok! Akinek van tombola papírja, az, hogyha ide bedobja be a gyűjtőbe, akkor nem dobáljuk szét, és majd mi iktatjuk. Köszönöm szépen!